És itt van az aranymedve is, nem csak Enyedi Ildikó. Jó estét kívánok, köszönjük szépen, hogy elhozta nekünk. Megvan már a helye? Otthon, gondolom otthon. Még keresi magát, igen. Még nem nézett körül igazán. Neve lesz? Előbb-utóbb talán a gyerekeim. De az is lehet, hogy a hétvégén az egész stáb följön hozzánk egy kis reggelire, majd ők nevet adnak neki. Egyébként a korábbi filmjei is nagy nemzetközi fesztivál sikereket értek el, Cannes-ban, Velencében, Locarno-ban. Nagyon meglepő egyébként, hogy akkor ezek után 18 éven keresztül miért nem készített filmet? Hát nem én vagyok az egyetlen ilyen a filmtörténetben, és nálam nagyobb nevekkel is előfordult ez, hogy egyszer csak úgy tűnt, hogy összejön egy filmterv, aztán mégsem, és az évek telnek, és az ember egyre idegesebb és egyre rosszabbakat lép. És mit szól ahhoz az értelmezéshez, amit először Dajcs Tamástól hallgathattunk meg, utána pedig jobboldali publicistáktól is, hogyha most a Fidesz kormány idején összejött a pénz és kapott a filmalaptól, akkor innentől kezdve illetlenség bármiféle kritikát megfogalmazni? Hát azért nagyon örülök, hogy még nem tart itt az ország, és nagyon remélem, hogy soha nem fog itt tartani, hogy az ember a véleményét, azt, hogy valami fajta hűségesküt kell tennie az éppen aktuális kormánynak. Nagyon fura lenne ezt elképzelni mondjuk egy német rendezővel, akinek mondjuk nem tetszik az Angela Merkel. Amit én sajnálok, az az, hogy Dajcs Tamás szeret a Facebookon írogatni, ez egy szokás, ez teljesen rendben van, csak megint egy csomó ember, egy csomó nagyon ideges, nagyon fáradt, nagyon feszült ember, akár jobb, akár bal oldalon, egymásnak esett, és közben szép csendben mosolyogva a kormány és egy pici érdekkör tulajdonképpen szórakozik velünk. Szóval és szeretnék mindenkit megkérni, hogy hagyja a fenébe az egészet, azt is, aki nem ért egyet a Dajcs Tamással, azokat is szeretettel kérem, akik egyet értenek vele. Nem jó látni az embereket kivetközni magukból, és fájdalmas. Tulajdonképpen az, hogy ez ilyenfajta egymásnak esést okozott, az a legjobb illusztrációja annak, hogy milyen feszült állapotokba kergettek minket, egyszerű állampolgárokat, hadd érezzük már jobb magunkat itthon, és együtt, és közösen. De ugye a felháborodáson túl, amit a jobb oldalon kifejeztek itt, az a konkrét vád is elhangzott például Lánci Tamás tollából, hogy ő nem egyszerűen véleményt nyilvánított, hanem megfelelni próbál, mégpedig a berlini ultraliberális elit véleményének és ízlésvilágának. Mert hogyha jól értem az utalást, akkor ezt várják ott el egy filmkészítőtől, egy művésztől, és hogyha nem mondaná fel ezt a kötelező szöveget, akkor majd elmaradna a díjeső. Én egy nagyon rossz mozgalmár vagyok. Én nagyon-nagyon ritkán, amikor kérdeznek, vagy amikor nagyon muszáj, akkor elmondom a véleményemet. Én ennyit tudok tenni, az én véleményem az ez Berlinben is, meg itt Budapesten is, meg Cinkotán is, meg bárhol. És érzed bármiféle nyomást Berlinben, hogy ezt akarják egy magyar alkotótól hallani? Dehogy is, de hát, hogy mondjam, megvan ennek a külön nyelvezete. Csak megint, ugye itt ülünk, én itt ülök egy több éves munka után, itt van ez a medve, és erről beszélünk, és az maga, hogy erről beszélünk, az a legpontosabb jelzője annak, hogy baj van, hogy ki vagyunk használva, egymás ellen vagyunk uszítva, és ne hagyjuk már, ezt tényleg kérem szépen, a baloldali, a jobboldali, a liberális, a konzervatív, bármilyen ismerőseimtől, ismeretlenektől is, ezekből az egymásnak feszülésekből, ezekből a már mindenhol ismert fordulatokból és mondatokból, ami szerintem aki leírja, se hiszi el igazán, csak a feszültség és csak a keserűség csap ki,
ami nagyon jól jön, én így látom, személy szerint így látom, itt Budapesten is mindenféle nyomás ellenére, vagy nyomás nélkül is. Szóval ez nagyon-nagyon jól jön egy kis érdekcsoportnak, aki közben csendesen tudja végezni a dolgát. Akkor beszéljünk inkább a filmről, mert talán lesz egy nagy közönség, aki ezt megnézi. Lehet, hogy az Aranymedve után még inkább, mert ön eredetileg azt nyilatkozta, hogy tisztában van vele, hogy ez nem egy közönségfilm, és egy viszonylag szűk réteget fog érdekelni. Hát tulajdonképpen én tartottam ettől, és egyszerűen ezt a történetet a lehető legjobban szerettem volna elmesélni. Ezt a szerelmes filmet a legjobban szerettem volna megcsinálni, és ennek a legjobb formája az ilyen csendes, visszafojtottan izzó, az érzelmeket tényleg elfedő, titkosan megmutató film. Ezzel az ember azt is vállalja, hogy hát akkor valószínűleg plázákba nem kerül be, valószínűleg kevesebb embernek lesz türelme addig eljutni, hogy egyáltalán próbára tegye magát, hogy tetszik-e neki, és tulajdonképpen ez volt a legszebb meglepetés, és ebből volt ez a nagy politikai hajcíve, egy nagyon keserű ébresztés, hogy Berlinben semmi más nem történt, csak egy egészen spontán, egyszerű, zsigeri nézői szeretet reakció. Bennültünk a teremben, a premiéren, sok ismerősöm, meg ismeretlen is, aki utána írt nekem, bennült a többi vetítésen. Sok ezres, kétezres termek is tele voltak fizető, jegyet vásároló nézőkkel, és a film az valamiért olyan akadálytalanul hatott, annyira szépen megnyitotta a nézők szívét, és ez akkora meglepetés volt, és akkora öröm volt nekünk, hogy... És hát ugye nem csak az Aranymedvét nyerték el, hanem még három másik díjat is ott a berlini filmfesztiválon. A magyar nézők viszont csak ezután fogják majd látni a filmet. Mire számíthatnak pontosan? Mert annak alapján, ami megjelent a sajtóban, hogy ez két nagyon visszahúzódó emberről szól, akik álmukban, szarvas formájában találkoznak egymással, azt gondolná az ember, hogy ez egy meglehetősen ezoterikus film, miközben sokkal inkább realista. Igen, igen, volt is olyan ismerősöm, aki frászt kapott tőle, hogy Jézus Mildikó, valami ezoterikus filmet készítettél, erről nagyon nincs szó, ez egy játékos ötlet, mindenki eljátszik néha ilyesmivel, játszunk el mi is azzal, hogy vajon mit tennénk mi, hogyha egy napon kiderülne, teljesen véletlenül, mondjuk magának az egyik munkatársa a stúdióban, elkezdeni mesélni az álmat, és maga azt mondja, hogy Úristen, ugyanezt számoltam éjjel. Másnap is bejönnek dolgozni, találkoznak, hát nem lehet ugyanúgy elmenni egymás mellett. Valami változik, ezzel valamit kezdeni kell. Akkor az ember azt gondolja esetleg, ez egy egyszeri véletlen, akkor elkezdi tesztelgetni, akkor kiderül, hogy ez tényleg minden éjszaka így történik. Hát ez a két főhős, ráadásul két nagyon zárkózott ember, nagyon félénk és suta ember, aki nagyon defenzív életet él, ennek a furcsa véletlennek a hatására így kimerészkedik a kis védő burkából, és az ilyesmi mindig veszélyes, mint tudjuk, a szerelem mindig veszélyes, magunkat kiszolgáltatni mindig veszélyes, de szép is. És hogyha nem érezné a néző egyébként kellőképpen a veszélyt, akkor ezt a nagyon finom, érzékeny, törékeny szerelmi történetet a lehető legbrutálisabb közegbe, egy véres vágóhídra helyezte, ahol eléggé egyértelműen meg is mutatják a borzalmakat. Miért? Tulajdonképpen, amikor az ember filmet csinál, akkor nem érdemes félúton megállni. Tehát, ha valamit mondani akar, akkor azt nem okvetlenül a harsányan, nem ezt mondom, de ezt határozottan kell, hogy mondja. Elvégre kommunikálni akar az ember. Én egy modellhelyzetet kerestem, egy olyan munkahelyet, ami egy teljesen reális munkahely, de mégis az, ami a falai között történik, az valahogy modellezi azt, ami,
amire ilyen zárkózottsággal reagálnak a szereplőink is, tehát azt a fajta rideg, racionális, praktikus megközelítését az életünk, ha úgy tetszik, szent vagy legfontosabb pillanatainak, ami az én olvasatomban nagyon jellemző a mai nyugati kultúrára, tehát a mi kultúránkra, és ami miatt én szenvedek, és szerintem bele se gondolva, de szinte mindenki szenved. Tehát tulajdonképpen az életének a nagy pillanatait, a halál, a születés, a szerelem, a szülés, ezeket nagyon praktikus és racionális viszonyok között kell megélnie, annak a súlyát, a méltóságát valahogy nem tudja megélni. Hát ilyen ez a vágóhíd is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Gratulálok még egyszer a díjhoz, és remélem, hogy ezek után nem kell hosszú éveket várni a következő filmre.